Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban, mert egy különleges videó lesz, és azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan készülnek a Sajt32 videók. Megmutatom nektek azt, hogy hogyan szoktam fölvenni, megvágni, aztán feltölteni. Szerintem tartsatok is olyan, mindjárt hozzá is kezdünk a munkához. Na most jön ez a feladat, hogy ki kéne keresni, hogy mi lesz a játék a mai videóban, így a Robloxon belül. Mint 34.000 friend invite-om van, azta. Megítsd, hogy mivel fogunk játszani ezt a játékot, Gergő, azaz Jánosi Gergő ajánlotta nekem, hogy próbáljuk, hiszen tök király, szóval... Hát hányan játszottak vele? Már 18 millió, szóval valószínűleg jó lesz. Így szoktam általában kiválasztani a játékot, azt, hogy mihez van kedvem, vagy stb. És most erre esett a választás, kezdjük is el a videó fölvételt. Ez itt a mikrofonom, ezt így magam elé szoktam tenni, és ez jöhet a beszélgetés. És általában így az egeremen át vezet a kábele, és ezért szoktak lelőni a Fortnite-ben, még játszok bénán sokszor. Mert ilyen izé, figyeljétek, blablabla. Ilyenkor van az, hogy be is vagyok lépve a Robloxba, itt általában átmegyek a tutoriál, hogy nektek itt ne kelljen várakozni, és ezután itt az OBS-be elindítom magát a felvétel, ami annyit tesz, hogy benyomom azt, hogy felvétel indítása, és egy ilyen furcsa ablakot ad, mert én a monitort szoktam felvételt, és majd vágásnál vágjuk ki a monitort belőle, átmegyek ide, és innentől konkrétan élesbe vagyunk, és mehet a videóz. És hát fel is vettem a fejhallgatómat, és most van az, hogy el is kezdjük, újra felnél a kamera. El is van lőve minden, és indulhat a felvétel, már itt vagyunk ugye a Robloxon, amint előbb mutattam, és kezdődjön az egész, ahogy tudjátok, ahogy ismétek. Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebből a mai videóban. Visszatértünk ide a Roblox királyvilágába, és most nem más fogunk csinálni, mint a fűnyíró szimulátorral fogunk játszani, szóval egész végig fűbet fogunk nyírni, és kezdjük is el a kalandokat, mert én nagyon izgulok, hogy mik lesznek. Már tolom itt a nagy fűnyíród, jaj, de komoly ez a gyerek! És igen, ilyenkor, hogyha csöndben maradok, akkor az van az, hogy kivágom a videóból ezt a részt, hogy kitaláljam azt, hogy mit fogok mondani. Mindjárt találkozunk, srácok, egy pár perc múlva felveszem ezt a videót, és utána találkozunk. Ne rosszakodjatok addig. Én srácok, azt mondom nektek, hogy ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy élveztitek, hogyha így volt, akkor nyomjatok egy hatalmas egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára. Legyetek ti is sajtok, mint tudjátok, a sajtok sokkal, de sokkal királyabbak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a következő videóban találkozunk, legyetek jók, sziasztok sajtok! Nekem ez a videó 24 percbe telt, fölvenni nektek kb. Egy ilyen 10 lesz, felvétel leállítása, és meg is vagyunk a mai videóval. Legalábbis a felvétel részével, mert a vágás még csak ezután jön. A vágás maga az úgy működik, hogy itt van ez a lap, és látjátok közelebbről itt vannak ezek a pici csíkok. Ez azt jelenti, hogy hol beszéltem és hol nem. Általában nekünk ezt kell megszeretni, hogy hol beszélek. Ahol ugye egy csík van, és ahol nincsen csík, ezt ugye általában itt ez a kis vágóeszköz, kicsik ez. Ide rakjuk, és általában itt levágjuk, és akkor innentől megy a videó. Rámegyünk, hogy cut. Kitöröljük, várjátok, hol vagyok, ott, és akkor innentől áthelyezzük az elejére magát a hangfájlt, meg maga a képfájlt is, és innen kezdődik a videóm. Ami nem kellett, azt kivágtuk belőle. Itt megint srácok, látjátok, hogy lyuk van, itt erre nincsen szükségünk, lerakjuk újra, megkeressük a lyuk végét, mondjuk például, hogy itt van, és kiváljuk ezt a részt. És itt a fölösleges zónákat kivágtuk. Egybe csúsztatjuk, és nagyjából ez a lényege a vágásnak. Hogy itt, és itt folytatódik maga. Elindítjuk, és nem ugyanott fogunk lenni, de mivel nem mozdultam a játékba, így ugyanott vagyunk. Általában ugye beraktam az intrót, előre utána jön maga a játék, beállítottam mindent, az összes érdekes részt megmutattam nektek benne, és a helyzet az, hogy egy picikét hosszú lett, közel ilyen, nem tudom, beállítok, ilyen 13 perces lett maga a videó, kicsikét rövidebbeket szoktam gyártni, szóval lehetséges, hogy még egy-két részt kiveszek belőle, de nagyjából a 25 perces fájlunkból csináltam egy 13-ast, és kész is van a fűnyíró szimulátor, amit jó eséllyel ez a videót fogtok látni, mert dolgunk most már, hogy gyorsan ki fogjuk exportálni a videót, aminek az a lényege, hogy ugye ezt le kell menteni a kész vágott videót, itt általában 720p-be szoktam megcsinálni az egészet, kiválasztjuk, hogy hanyas bitrátával csináljuk, ez általában változó lehet, amit szeretnétek, vagy amekkorát szeretnék, igazából, hogyha van pénzkem, nagyobbat szoktam, hogyha nincs, akkor kisebbet, utána rámegyünk, hogy export, és töltetjük.
És igen, 4 perc vagy 5 perc és nagyjából kész is van a videónk feltöltésre. Most van az, hogy felhúztam a file feltöltését, és igazából itt vannak megadva a dolgok. Ugye a leírásomban alapból ide kell megadnom egy címet, aztán bejelölnöm, hogy mivel játszunk, stb. Stb. Itt általában egy nem listázatba rakom, hogy majd később nyilvánosba át tudjam váltani. És a helyzet az igazából, hogy ennyi a lényege. Ha semmi dolgunk nincsen a videóval, megcsináltuk, amit kell, lehetséges, hogy kirakjam nektek, és hát most már ki lehet rakni nektek. A helyzet az, hogy ez videónként eltérhető lehet, hogy mit csinálok, például vlogoknál máshogy kell ezt csinálni, de hogy nagyjából ez így az alapja, hogyha nem kell érdemi módosítást csinálni a videóval, például vicces effekteket bevágni, vagy stb. Képeket, stb. Stb. Mondjuk egy vlogot, vagy mondjuk egy facecam-es videót sokkal másabb megcsinálni, de ez mondjuk úgymond az alapja a videóvágásnak, meg mondjuk egy felvételnek, ahogy én szoktam csinálni. Igazából ja, köszönöm szépen a figyelmet, én remélem, hogy élveztétek ezt a videót, hogyha szeretnétek még hasonlókat, nyomjatok egy lájkot, légy szíves, azt nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, és iratkozzatok fel. Legyetek jók, sziasztok!